Most jöttünk ki a belügyminisztériumból a hat párt és a hat szervezet. Civil szervezeteket, szakmai szervezeteket és szakszervezetekkel mentünk be közösen a belügyminiszterhez tárgyalni az új pedagógus státusz törvényről. Az MSZP a pedagógusok demokratikus szakszervezetével érkezett. El kell, hogy mondjam, hogy azért döntöttünk így, mert ez idáig egyébként a szakszervezetek még nem találkoztak Pintér Sándor belügyminiszterrel, akihez tartozik az oktatás ügye, ezért az MSZP azt gondolta, hogy mindenféleképpen, ha egy szakértőt vihetünk magunkkal, akkor az az egyik szakszervezet legyen, de egyébként a pedagógusok szakszervezete is be tudott jönni. El kell mondjam azt is, hogy, ja és természetesen diákokat is vittünk be, és más szakmai szervezeteket is. Sajnálatosan csak a pártok szólalhattak meg, kértük, de nem szólalhattak meg a szakmai szervezetek, ezért mi voltunk az ő kihangosított hangjuk, mi voltunk azok, akik elmondtuk a véleményünket. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy két malomban őrlünk. Miniszter úr vagy téves statisztikákból tájékozódik, de például megkérdőjelezte azt, hogy kevesebben jelentkeznének pedagógus pályára, illetve tanári pályára. Nagyon sok tekintetben nagyon rossz statisztikai adatokat lát, vagy neki nem mondanak igazat, vagy ez egy közös fideszes kommunikáció. Ezt eldönteni nem tudjuk. Amit én az MSZP részéről elmondtam, az két dolog, illetve három. Az egyik az, hogy az MSZP teljes mértékben elutasítja azt, hogy a közalkalmazotti státuszukat, a közalkalmazotti jogviszonyukat megváltoztassák a pedagógusoknak. Pintér Sándor azt mondta, hogy a pedagógusoknak a presztízsét szeretné emelni Magyarországon azzal, hogy egy új hivatásrendi jogviszonyt alakít ki, és elveszi a közalkalmazotti státuszt. Mi meg azt gondoljuk, MSZP-sek, hogy közalkalmazotti jogviszony mellett is meg lehet emelni a bért, közalkalmazotti jogviszony mellett is lehet a pedagógusok presztízsét növelni, minőségbiztosítást szakmai alapon bevezetni, lehet differenciáltan bérezni, egyáltalán az oktatásnak a korszerűsítését, modernizálását és az egész oktatásnak a minőségét javítani. Ezt elmondtam Pintér úrnak, ő továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy szerinte ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon, amiről én beszélek, ez egy új hivatás rendet, egy új státusztörvényt kell bevezetni. Azt is elmondtam miniszter úrnak, hogy ő szakmai indokokkal, hogy egy külön szakma, pedagógus szakma, külön hivatás igazából számára pedagógus szakma, akkor megkérdezem, hogy a munkatörvénykönyvében majd csinálunk külön a pékeknek, az autószerelőknek, a fodrászoknak is külön szakmai törvényt, tehát hogy nem igazán értünk egyet ezzel, de hát nem is ez a célja. Továbbá szó esett, és elmondtam miniszter úrnak, hogy a bért el kellene választani Brüsszeltől. Eleve problémásnak tartja az MSZP azt, hogy Brüsszeltől várják a béremelést, miközben egy nemzeti hatáskörbe tartozik az oktatás. A nemzeti költségvetésből kellene, és onnan várnák el a pedagógusok, és mi is, hogy megemelje a kormány a béreket. A miniszter úrra világossá tettem, hogy ez egy szuverenitási kérdés is. Onnantól kezdve, hogy a kormány egy nemzeti hatáskörbe tartozó területhez kíván Brüsszelből bért elfogadni, akkor legközelebb miniszter úr majd a nemzeti alaptantervet is Brüsszelben fogja megiratni. Itt felszaladta szemöldöke, mert nyilvánvalóan nagyon jól tudja, hogy igazam van. Erre nem kaptam semmilyen választ és reakciót miniszter úrtól. Összességében, amikor megkérdeztem a hat párt nevében, hogy Pintér úr elfogadja azt a javaslatunkat, és mi nyitottak vagyunk a tárgyalásra. A pártok is, az MSZP is, a szakmai szervezetek is, a szakszervezetek is, de csak ha egy új alapokra helyezzük az oktatás ügyét, és egy új törvényt hoznak be, mert ezt a státusztörvényt nem szabad beterjeszteni a parlament elé, akkor a válasz a Pintér úrnak egyértelműen az volt, hogy nem. Akkor én nagy tisztelettel megköszöntem miniszter úrnak ezt a meghívást, és tisztelettel azt mondtam, hogy mi akkor felállunk, hiszen nincs olyan közös alap, nincs olyan közös szakmai alap, ami alapján egyébként korszerűsíteni és jobbá lehetne tenni a magyar oktatás ügyét. Úgyhogy, és ez volt az a pont, amikor kivonultunk. Kis színes, hogy azt hiszem a KDNP és a Fidesz több emberrel érkezett, mint amennyit nekünk ellenzéknek megengedtek. És még egy dolog, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar, amely szerintem azért hozott létre a Fidesz, hogy a szakszervezeteket, a reprezentatív szakszervezeteket gyengítse, azt mondta, hogy ez a törvény
elfogadható, vagyis hogy elfogadhatóbb volt és lesz azáltal, hogy tárgyaltunk. Mi viszont azt mondjuk, hogy nem elfogadható továbbra sem. Nagyon vicces volt az is, hogy a miniszter az egyeztetések számát és az egyeztetések minősége közé automatikusan egyenlőségjelet tett. Szerintünk az nem egyeztetés, hogyha megbeszéljük a szakszervezetek, hogy melyik időpontban fogunk tárgyalni, de ők már ezt is ebbe veszik, vagy ebbe számolják bele. Ja, és hát azon nekem szaladt fel a szemöldököm, amikor a miniszter elmondta, hogy ő nem tapasztalja, hogy a diákok és a tanárok túlterheltek lennének. Nem veszi figyelembe, hogy nem csak a tanítással töltött órák is nagyon magasak, az osztálylétszámok is névhol meghaladják a 30-at is, hanem egy pedagógusnak az élete az a tanítási órán kívüli világ, a dolgozatjavítás, az osztálynak, az egész osztálynak az életének a szervezése, a versenyekre való felkészítése a gyerekeknek, a fiataloknak, tehát hogy iszonyatosan le vannak terhelve a diákok is, és a tanárok is, de ezt ő nem tekintette, sőt azt mondta, hogy ez nem így van, és hát természetesen ő nagyon büszke arra, hogy a rendőrség teljesítményét tudta emelni, ő úgy gondolja, hogy ezek a hasonló eszközök, egyébként én ezt szűrtem le, a pedagógusoknál is be fognak válni. Összességében tehát nagy reményeket nem fűztem, de én azt gondolom, hogy meg kellett tennünk, el kellett jönni tárgyalni, ebben a 6 párt egyetértett, a szervezetek egyetértettek, nem mondhassa azt a propaganda, bár ennek ellenére azt fogja mondani, hogy itt csak tüntetgetnek, kordonbontanak és balhéznak. Nagyon-nagyon korrekten elmondták a fiatalok is, illetve a sajtótájékoztatón a fiatalok, az ADOM-nak és az EDF-nek a képviselői, hogy valójában miért van az, hogy két malomban őről a kormány és a szakmai szervezetek. Mi szakmai alapon próbálunk meg érvelni, ők viszont bár szakmai köntösbe bújtatott új politikát csinálnak, amely nem az oktatás jobbításáról szól, hanem arról, amit én is nagyon sokszor elmondtam, hogy a főispán, a pap mellé most már beállítják a pedagógusokat is egy államosított, központosított rendszerben, a szakmai autonómiát elvéve, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, Pokorni Zoltánnak, volt oktatási fideszes miniszternek, Zoli, nem érdekelnek a számok. Tehát nem érdekli a szakma, ez politika, méghozzá kőkemény, hatalompolitika.